kezdő tarológus általában úgy gondolja, hogy a tarókártya két része közül a nagy árkánumok a fontosabbak. Hiszen a nagy árkánumok mondják el életünk fő történetét, egy beavatási utat, és ezért legtöbben csak ezt használják. Sok művész, amikor a tarókártyát ábrázolja, nem is foglalkozik a kis árkánumokkal, és csak a nagy árkánumokat illusztrálja. A nagy árkánumok 22 lapja valóban a beavatás útja, a kis árkánumok pedig inkább a pletykalapok. Mégis azok a jövendőmondók, akik a kis árkánum valamelyik variációjával vetnek, például a francia kártyával, a magyar kártyával, a tarokkal, vagy akár a cigány kártyával, azok igazából a kis árkánumokat használják, hiszen a kis árkánumok ezeknek a kártyáknak az ősei. Kézdi Andrea vagyok, tarológus és numerológus. Aki olvasta már a Titkok könyve taró Nagy Árkánumok című könyvemet, vagy látta a hozzá kapcsolódó filmet, az már beavatódott a tarókártya Nagy Árkánumának rejtelmeibe. Az árkánum szó egyébként titkot jelent, a nagy árkánumok tehát a nagy titkokat, a kis árkánumok a kis titkokat jelölik. Valamikor a tarókártya kis árkánumait nem is illusztrálták. Elegendő volt a színeket feltüntetni a kártyákon, illetve a színekhez kapcsolódó szimbólumokat és a számokat. 1-től 10-ig, illetve jobban mondva A-tól 10-ig. Nem tudjuk, hogy a kis és nagy árkánumok mikor kapcsolódtak össze, mikor lett a tarókártya ilyen szerves egészé. Nyomai azonban már a 12.-13. században felelhetők. A nagy árkánumok szimbólumait megtaláljuk már több ezer éves ábrázolásokon, Egyiptomban falfestményeken. A kis árkánumok tulajdonképpen a színek és a számok kombinációjából adódnak. Amikor a nagy árkánumokat megtanultuk és beavatottunk, akkor a nagy árkánumok beavatási útján keresztül megismerhettük önmagunkat. Minden egyes ember életútját és az emberiség életútját is. Amikor a kis árkánumokról beszélünk, akkor a világot ismerjük meg, tehát ellentétes útról indulunk el. A nagy árkánumokkal önmagunk megismerésétől eljutottunk a világ megismeréséig, a kis árkánumok azonban a világot ismertetik meg velünk, és a világokon keresztül fogunk eljutni önmagunkhoz. A kis árkánumokkal foglalkozva azt látjuk, hogy a korai kártyákon nem ábrázolták csak a számokat és a színeket. A színeket különböző szimbólumok jelenítik meg. Ezek a botok, a kardok, a kelyhek és az érmék. Ezek a szimbólumok tulajdonképpen a négy elemet jelentik, és ezért, hogy a kis árkánumokat megismerjük, két dologgal kell foglalkoznunk. Egyrészt meg kell tudnunk azt, hogy mi is ez a négy elem, tehát foglalkoznunk kell a négy elem tanával, és egy picit bele kell pillantanunk a numerológiai világába is, hogy megtanuljuk, mit rejtenek a kis árkánum számai. A következőkben tehát ismerkedjünk meg a négy elem tanával. A négy elem a tűz, a levegő, a víz és a föld. Érdekes módon 200 évvel ezelőtt az iskolákban is úgy tanították, hogy minden dolog a világon, így maga az ember is, ebből a négy elemből áll össze. Ha ebből a négy elemből állunk össze, akkor azokat a tulajdonságokat kell hordoznunk magunkba, amit ez a négy elem mutat. A tarókártya kis árkánumában a különböző elemeket különböző dolgok szimbolizálják. Az első a tűzelem, amelyet a botok kártyája mutat. A második a levegőelem, ezt a kardok mutatják. A harmadik a vízelem, ez a kehely szimbólumában található meg, és a negyedik a földelem, amelyet az érmék szimbolizálnak. A tarókártya egyes számú nagy árkánumán is megjelennek ezek az elemek, már akkor jelezve a két rész kapcsolatát. A kis árkánumok azonban semmi másról nem beszélnek itt, mint az, hogy a világ ebből a négy elemből tevődik össze, és minden ember ennek a keveréke is. A tarókártya kis árkánumának a sorrendje, az elemek keletkezésének a sorrendjét mutatja. Az első elemünk a botok, a tűz.
több legenda szól arról, hogy hogyan keletkezett a világ. Az egyik legismertebb az, hogy a nagy robbanás után egy tűzgolyó keletkezett, a tűzgolyó azonban forgott, és ez a forgás szelet generált. A szél és a tűz elegyedéből keletkezett a víz, amely minden földi lét alkotó eleme is. És ezek után ennek a három elemnek a keveredéséből, minthogyha egy vajat köpültek volna, keletkezett a negyedik elem, a föld. A négy elem tanáról szóló elképzeléseket az ókori görögök foglalták igazából tudományosan össze. Empedoklész nevéhez fűződik az időszámításunk előtt 5. században élt görög filozófushoz a négy elem meghatározása. Aztán Arisztotelész már komolyabban foglalkozott ezzel, és ennek a tannak egészen komoly követői voltak. Igazából az első három elem, a tűz, a levegő és a víz, az mindenhol megtalálható a Földön, és minden növény és állat sajátjának érzi. Viszont a tűz elem, amelyik először keletkezett, az igazából csak az ember sajátja. Ez azért érdekes, mert ehhez nagyon sok monda és legenda kapcsolódik. Elsősorban Prométheusz legendája, aki lehozta az embereknek a tüzet, hiszen a tüzet meg kellett szelídíteni. Tehát csak és kizárólag az ember tud ezzel élni. Ennek a négy elemnek a tana egészen 200 évvel ezelőttig tartotta magát, és az iskolákban is így tanították. Nagyon érdekes, hogy később, amikor már tudományosan beigazolódott, hogy mégsem minden ebből a négy elemből tevődik össze, hanem vannak atomok is, ezt egyébként már egy görög filozófus is megemlítette, természetesen aztán az alkimisták tovább vitték ezt a hagyományt, és modern korunkban Jung volt az, aki a négy elem tanát felhasználta arra, hogy az embereket is típusba rendezze. Jung négy típusú elemet, ugye a tűznek megfelelő kolerikust, a víznek megfelelő flegmatikust, a levegő elemnek megfelelő szangvinikus és a földelemnek megfelelő melankolikus típusú embereket határozott meg. Nekünk nagyon fontos ez a meghatározás, hiszen a tarókártya kisárkánumai további két részre oszlanak majd, és a két rész úgy szoktuk elválasztani, hogy udvari vagy királyi lapok, ezek személyeket jelölnek, és utána A-tól 10-ig a lapok, ami ugye színek és számok összessége. A tarókártya előbb említett négy színe, tehát a botok, a kardok, a kelyhek és az érmék, megjelenítik egy-egy elemet, és tulajdonképpen az elemekhez kapcsolódó energiákat jelölik. Nagyon fontos tehát számunkra az, hogy jóslásnál mit jelentenek. A botok, tehát a tűzelem, az a jóslásnál az energiaszintünket mutatja. A botok tehát általában az egészségünkre, a kreativitásunkra és a munkánk állapotára ad felvilágosítást. A kardok, a levegőelem a gondolatainkat fejezi ki. A gondolatainkat és a konfliktusainkat a kártyavetésnél. A harmadik elem, a vízelem a kelyhekben jelenik meg. Nem is kell talán mondanom, annyira természetes, hogy az érzelmeinkről szól. Az érmék pedig a földelemet szimbolizálják, és a földi életünkről, anyagi helyzetünkről adnak felvilágosítást. Amikor tehát a tarókártyák kisárkánumát vizsgáljuk, akkor külön-külön megnézhetjük a színeknél ezeket az életterületeket. Ahhoz, hogy a kisárkánumok igazi titkait felleljük, meg kell ismerkednünk a számok misztériumával. Természetesen nem akarok most numerológiai előadást tartani, de azért egy picit beszélnünk kell a számokról. Talán sokakban nem is tudatosult, hogy a számjegyeink 1-től 9-ig vannak, és minden egyéb számot ezekből a számokból képezünk. A tarókártya kisárkánumában éppen ezért van az ász elnevezés az igazából egyes számértékű számra, hogy ott is csak 9 számjegyet használjuk. Ásztól 10-ig terjednek tehát a kisárkánumok számai. Régen, ahogy mondtam, a kisárkánumokat nem illusztrálták. Elég volt megjegyezni azt, hogy botok, vagy érmék, és A-tól 10-ig a számok jelentése mindent elmondott. Ezért ismerkedjünk most meg egy picit egy-egy mondatban a számok jelentésével 1-től 9-ig.
Az egyes a teremtő erő szimbóluma. Olyan embert mutat, ha emberről van szó, aki tud teremteni, aki kreatív, aki képes alkotni valami újat. Ez tehát a tűzelemhez kapcsolódik. A kettes szám nőies, befogadó. Nagyon művészi, intuitív embert is mutathat. A kettes szám a vízelemhez kapcsolódik. A hármas szám a levegőelem, jól kommunikál, sikeres, szereti a társaságot. Könnyed, ezt mutatja a levegő. A negyedik a föld. A föld egy picit nehézkes, de ugyanakkor stabil. Ugye az az ember, aki két lábon a földön jár, az igen stabilan áll. Az ötös szám különleges ebből a szempontból, hiszen egyik ismert négy elemhez sem kapcsolható. Majd meglátjuk a kisárkánumoknál, hogy különleges helyet is foglal el a kisárkánumok történetében, mint ahogy a nagyárkánumoknál is a főpapot jelenti a beavatás számát. Ezért ez az ötös szám az ötödik elemhez, az éterhez kapcsolódik. Ha tovább megyünk, a hatos szám következik. A hatos szám, amit a régiek a tökéletesség számának gondoltak, és tulajdonképpen én úgy hívom, hogy a leszületés száma, hiszen valójában a hármasból keletkezett, mégis egy új impulzust ad az életnek, könnyedséget, művészetet, intuíciót mutat, de végtelen kreativitást. Ez ismét a tűzelemhez kapcsolódik. A hetes számú emberek sokszor tudósok, kapcsolódnak a tudományokhoz, a hithez. A hetes egy misztikus szám, a vízelemhez kapcsolódik. A nyolcas szám, amelyik tulajdonképpen egy 2x4, tehát nyilvánvalóan a földelemhez kapcsolódik, a karma száma is. Újra visszatértünk tehát a földre egy nagyon-nagyon-nagyon erős számmal. Ezt majd látjuk a kisárkánumokban. A kilences szám a levegőelemhez kapcsolódik. Ez egy isteni szám, tulajdonképpen minden benne van. Minden egyes szám önmagában is tükrözi a négy elem különbözőségét. A tarókártya kisárkánumainak lapjaiban megtaláljuk ugyan a számokat, de mindegyik színhez valamilyen más arc kapcsolódik. Mást jelent az egyes, a kettes, a hármas, az különböző színekben. Mást jelent a botokban, a kardokban, a kelyhekben és az érmékben. Amikor megismerkedünk a kisárkánumokkal, akkor megtanuljuk a számoknak a különböző arcait is. Ahogy már említettem, a tarókártya több részre oszlik. A két fő rész természetesen a nagyárkánumok és a kisárkánumok. A kisárkánumoknál említettem már, hogy a négy szín négy sorra osztja a lapokat. Azonban ezen belül is megkülönböztetünk úgynevezett udvari vagy királyi lapokat, és megkülönböztetjük a csak számokat jelölő kisárkánumokat. Tehát A-tól 10-ig a kisárkánumok sorát. Most az udvari lapokról szeretnék beszélni. A legelterjedtebb tarókártyákban az udvari lapok elnevezése apród, lovag, királynő és király. Mindegyik számértéke egyes. Az apródok általában gyermeket vagy fiatalabb fiút, esetleg lányt mutatnak. A lovagok azok mindig fiatal férfit jelentenek. A királynők természetesen a hölgyeket szimbolizálják, a királyok pedig a férfiakat, vagy esetleg a kérdezőnél idősebb férfit mutatják. Amennyiben ezek a lapok nem személyekhez köthetők, ez ugye a kártyavetés során kiderül, akkor különös jelentéssel bírnak, ezeket a jelentéseket most meg kell tanulnunk. Először nézzük a botok udvari lapjait. A botok apródja életszerető, vidám, eleven, fiatal ember vagy gyermek. Abban az esetben, hogyha nem személyt jelöl, akkor egy jó hírhozóját jelölheti, vagy valamilyen energiát kapunk, jelenthet kis utazást is. A botok lovagja egy igazán heves természetű fiatalembert mutat, aki tele van energiával, hevesen udvarol. Néha színt is jelöl, vörös hajú, vagy esetleg egy barna hajú fiatal férfit. Abban az esetben, ha nem személyt jelöl, akkor bizony van egy nagyon érdekes jelentése, és ez a féltékenység, a lobbanékonyság, a türelmetlenség.
A botok királynője egy tűzről pattant menyecske, tele energiával. Úgy szoktuk jellemezni, hogy a kedvenc feleség. Az, aki képes megtartani és összetartani a családot. Abban az esetben, ha nem szemét jelöl, jelölhet üzleti sikert, függetlenséget, szenvedélyt. A botok királya egy olyan férfit jelöl, aki alkalmas arra, hogy fenntartson egy családot, nagyon jó apa, szintén barna hajú. Amikor azon gondolkodunk, hogy a király milyen korú lehet, akkor általában én úgy szoktam meghatározni, hogy a kérdezőnél idősebb. Abban az esetben, ha a botok királya nem személyt jelöl, akkor ezt a biztonságot, nyugalmat, a nyugodt család életet jelölheti. Ha tovább megyünk a színekben, elérkezünk a kardokhoz. A kardok apródja egészen különleges, nagyon eleven gyerek, aki jó eszű, gyorsan gondolkodik. Éppen ezért nagy vihart kavar maga körül. Abban az esetben tehát, ha nem szemét jelöl, akkor számíthatunk arra, hogy valami konfliktus, vihar keletkezik körülöttünk. A kardok lovagja, úgy szoktam mondani, a felmentő sereg. Egy olyan fiatal ember, aki nagyon higgadtan, nagyon nyugodtan gondolkodik, nem viszi el az életben a szenvedély. Külső segítséget jelent abban az esetben, ha nem szemét jelöl. A kardok királynője az a nő, akit leginkább úgy szoktam jellemezni, hogy a banya. Az a független, erős, mások és saját sorsát is kézben tartó, irányító erő, gyakran megjegyzem, anyóst is jelent, aki elrendezi a körülötte élők életét. Ez egy félelmetes nő alak, gyakran persze fekete hajú is. Abban az esetben, hogyha nem szemét jelöl, akkor is azt jelenti, hogy kézben tarthatjuk az életünket, mi határozzuk meg az életünk sorsát. A kardok királya egy rendkívül tekintélyes férfit jelöl. Okos, nem befolyásolják őt sem az érzelmei, mindig higgadtan cselekszik. Mindig nagy tekintélye van. Gyakran jelent apát, vagy apost, vagy esetleg főnököt. Abban az esetben, hogyha nem szemét jelöl, akkor azt jelenti, hogy a gondolataink a helyén vannak, és higgadtan tudunk dönteni egy kérdésben. Tovább megyünk a kelyhekhez. Ugye azt mondtam, hogy a kelyhek az érzelmeket jelölik. A kehely apródja tehát egy olyan fiatal személy, gyerek, lány vagy fiatalabb fiú, akit az érzelmei elvisznek, aki tele van érzelemmel. Amennyiben nem szemét jelöl, akkor nagyon érdekes, mert minthogyha egy kívánságunk lehetne, minthogyha teljesülne egy kívánságunk. A kártyalapon rögtön látjuk, hogy a kehelyben van egy kis halacska, olyan, minthogyha egy aranyhalat kaptunk volna, egy kívánságunkat biztosan teljesíti. Csak vigyázni kell, hogy mit kívánunk. A kehely lovag látszik a képen, királyfi fehér lovon, az, akire minden nő vágyik. Az a férfi, aki tele van érzelemmel, szerelemmel, és szerelemmel közeledik felénk. Vagyis a szerelmes, fiatal férfit mutatja. Abban az esetben, ha nem szemét jelöl, akkor is ezt a jó érzést, kellemes, szeretett légkört mutatja. A kehely királynő az a nő, amire minden férfi vágyik. A szőkehajú, szép királylány, aki minden férfi szívét megdobogtatja. Tele van érzelemmel, jósággal, szeretettel. Igaz, hogy nem biztos, hogy két lábon a földön jár, nem biztos, hogy nem álmodozik. Éppen ezért, abban az esetben, ha nem szemét jelöl, akkor tulajdonképpen az álmainkat mutatja, az álmaink megvalósulásához segíthet bennünket. A kehely király egy olyan férfit mutat, aki tele van érzelemmel, tele van szeretettel. Sokszor jelenti az apánkat, vagy egy főnököt, aki szintén nagyon szeret bennünket. Olyan férfi, akit az érzelmei azért egy kicsit elvisznek, romantikus. Nem biztos, hogy igazából erre a férfi alakra vágyunk, hiszen nem áll két lábbal a földön, őt is az álmai befolyásolják, nagyon sokszor művész. Ez tehát az udvari lapok titka. Vagyis minden egyes udvari lap valamilyen más tulajdonságot jelent, másfele víz bennünket. Az udvari lapok számértéke, mint már említettem, mindig egyes, ez nagyon fontos lesz majd a kirakásoknál. Az érmék apródja
egy megbízható, jól teljesítő, jól tanuló gyermeket mutat. Olyan fiatal lányt vagy fiút, aki két lábbal a földön jár. Ahogy mondtam már, jó híreket is hoznak az apródok, az érme apród tehát anyagi téren jelenthet nekünk valami jó hírt is, amennyiben természetesen nem szemét jelöl. Az érmék lovagja az a lap, aminek nagyon-nagyon örül mindenki, aki húzza, mert azon kívül, hogy egy olyan szemét jelent, aki két lábbal a földön jár, esetleg üzleti sikereket ér el, üzleti eredményei vannak, tervei, és hát pénzt is mutat, természetesen lehet sok pénze is. Ezen kívül, ha nem szemét jelent, akkor az érmék lovagja olyan anyagi lehetőségekhez juttat bennünket, olyan anyagi javakhoz, amiért nem kellett megdolgoznunk. Ilyen lehet a nyeremény, de természetesen ilyen lehet, aminek nem annyira örülünk, az örökség is. Az érmék királynője egy olyan nőt mutat, általában üzletasszonyt, vagy valamilyen független nőt, vagy olyat, aki a családjának a kereteket, az anyagi kereteket is meg tudja teremteni, aki igazából nagyon elégedett a sorsával, de nem mindig boldog, hiszen hiányzik belőle az igazi érzelem. Amikor nem szemét jelöl, akkor pontosan ezt a helyzetet mutatja, hogy valaki elégedett lehet az eredményével, de nem biztos, hogy boldog tőle. Az érmék királya, azt szoktam mondani, az élet császára. Salvador Dalí csodálatos kártyáján saját magát ábrázolja egy trónon ülve, szivarozva, és mutatja, hogy élvezi az életet. Igen, ilyen az élet császára természetesen olyan férfit mutat, aki jó anyagiakkal rendelkezik, meg tud teremteni mindent a családjának, és élvezi is az életet. Amikor nem szemét jelöl, akkor az élet élvezetét mutatja nekünk. Jung azt is mondta az archetipusokról beszélve, hogy a négy elem közül három elemet születésünkkor a sajátunkká tudunk tenni, a negyedik elem azonban mindig rejtve marad, az a tudattalanunk. És amikor idősebbek leszünk, akkor kezdjük ezt a negyedik elemet megtanulni. A kisárkányok udvari lapjai segítenek feltárni bennünk azokat az elemeket, amik rejtve maradnak, meg azt is, amikkel éppen foglalkozunk. A régiek hite szerint olyan 35-36 éves korban éri el az ember azt a tudati szintet, amikor elkezdheti megvalósítani önmagát. És akkor ez a negyedik elem, ami a tudattalanunkban lappang, az újra előjön belőlünk. És megismerhetjük ezt a tulajdonságunkat is. Mire gondolok? Hadd magyarázzam meg. Saját magam példájából okulva úgy gondolom, hogy mindig logikusan gondolkodtam, mindig voltak érzelmeim, és úgy gondolom, hogy nem volt semmi baj az energiámmal sem. Azonban soha nem foglalkoztam igazából pénzügyekkel, anyagi dolgokkal, egészen addig a korig, amíg el nem jutottam egy olyan élethelyzetbe, amikor nekem magamnak kellett az anyagi javakról gondoskodni. Ez a negyedik elem a 36. életévem után lépett be az életembe, akkor kellett megtanulnom önállóan bánni a pénzzel. És azt tudom mondani, hogy ez sikerült. Megismertük tehát a kisárkánumok udvari lapjait, és megismertük a személyi tulajdonságokat. Azt javaslom, most egy picit játszunk gyakorlásképpen. Ezek a lapok ugyanis nagyon jók önismeretre, és nagyon jó arra is, hogy játszunk. Nézzük akkor, hogyan tudjuk az eddig megszerzett tudásunkat hasznosítani. Külön válogattam az apródot, a lovagot, a királynőt és a királyt. A kérdező most arra kíváncsi, melyik a legjellemzőbb kártya rá jelenleg életében. Miután férfi a kérdező, most csak a királyok kártyáját veszem elő, megkeverem, és arra kérem majd a kérdezőt, hogy húzzon belőle egyetlen egy kártyát. El kell mondanom, hogy mielőtt a kártyákhoz nyúlunk, a kártyákat be kell avatni. Mindenképpen meg kell teremteni azt a kis meghitt környezetet magunk körül, ami a kártyahúzásra alkalmas. Meggyújtunk egy gyertyát vagy mécsest, esetleg kristályokkal vesszük körül magunkat, és a kérdezőt is megkérjük, hogy csak bal kézzel húzzon, és kezelába ne legyen keresztbe. Kérlek, hogy most húzzál egyetlen kártyát, közben az a kérdés, melyik jelenlegi életszakaszodban melyik király vagy te, melyik kártya legjellemzőbb rád? Kérlek, húzz egyet.
a kardok királya jött ki. A kardok királya, hogy mondtam, egy tekintélyes férfi, aki uralomra tör, és ez azt jelenti, hogy te most egy olyan élethelyzetben vagy, amikor szeretnéd kézben tartani a saját sorsodat, amikor nagyon fontos neked, hogy mások felett is uralkodj, és esetleg te határozd meg az utadat a jövőben, nem csak a sajátodat, hanem esetleg másokét is. A következő kirakásnál azt fogjuk megnézni, hogy ki az a személy, aki a jelenlegi életedben a legtöbb örömet okozza neked. Egyetlen személyre vagyunk kíváncsiak, tehát húzzál egyetlen lapot bal kézzel. Aki a legtöbb örömet okozza neked, az most egy fiatal, nálad fiatalabb férfi, vagy egy fiatal lány. Esetleg természetesen lehet gyermek is. Egy olyan valaki, aki érzelmileg közel áll hozzád, érzelmekkel közelít feléd, és nagy szeretettel. Most megnézhetjük ki az, aki a legtöbb gondot okozza neked. Ismét megkeverem a lapokat, és ismét csak egyetlen lapot húzzál. Most megnézzük ki az, aki a jelenlegi életedben a legtöbb gondot okozza. Kérlek, húzz egy kártyát. A legtöbb gondot a botok lovagja okozza. Ez egy fiatal, temperamentumos, energiával teli férfit mutat, de ahogy mondtam, neked féltékenységet is jelöl a lap. Vagy maga a féltékenység okoz neked gondot, vagy egy olyan fiatal férfi, aki tele van energiával, de esetleg indulattal is irántad. Hát el kell gondolkodni, hogy ki lehet ez a környezetedben. Sokféle játékot játszhatunk még az udvari lapokkal, például azt is megnézhetjük, hogy az elemek hogyan keverednek bennünk, mi az az elem, ugye a négy elem közül, a tűz, víz, föld, levegő elem közül, ami a legjellemzőbb ránk. Most arra kérlek, három lapot húzzál, amiben megnézzük, hogy tulajdonképpen mik azok az elemek, amiket te működtetsz magadba, vagy mik a legerősebbek. A lapokat egymásra teszem mindig, hogy a húzás sorrendje megállapítható legyen, és alulról teszem fölfelé. Azt látom, hogy két kehely jött ki, és egy kard. Ami tehát neked a legfontosabb az életedben jelenleg az érzelmek, tehát nagyon fontos neked. A kehely király jött ki, és ugyanaz a lap, ami már először is, tehát valaki, aki nagy örömet okoz neked, mindenképpen fontosak számodra az érzelmek. És fontos számodra a gondolat is, a kard jött ki. Nagyon érdekes, hogy a kirakások során számodra mindig vagy kehely, vagy kard jött ki, ami azt jelenti, hogy az érzelmek és a gondolata fontos. Igazából azt is jelenti, hogy az anyagiak, azok most nem annyira meghatározók az életedben, nem annyira fontosak, tehát a földi dolgok. Egy picit ugye a kehely az álmodozás és a tervek kovácsolása, és hát a gondolata, amit ezzel kifejezhetsz. Az azonban nem mellékes, hogy a kardok közül az apród jött ki, ahogy látod is egy picit a képen, vihart kavar az apród, tehát te szereted azért magad körül egy kicsit elbonyolítani a dolgokat. Látom a mosolyodból, hogy ez igaz is. Játék az udvari lapokkal. Az előbb megnéztük, hogyan játszhatunk az udvari lapokkal. Most még egyszer elmondjuk a húzások menetét. 1-es. Válasszuk ki a ránk legjellemzőbb lapokat. Nők a királynőket, a férfiak a királyokat. És a négy lapból húzzunk ki egyet. Ez fogja megmutatni, hogy most melyik szerepet játsszuk az életünkben. 2-es. Húzzunk mind az összes udvari lapból, és nézzük meg, ki az a személy, vagy éppen, aki a legtöbb problémát okozza nekünk. 3-as. Megnézhetjük azokat az elemeket, amelyek a legjellemzőbbek, a legjobban munkálkodnak bennünk. Ehhez mind a négy szín királyát vagy királynőjét használjuk. ig a Rider-Waite talókeretkezéséig a kisárkánumokat nem illusztrálták. Ezt követően viszont egyre gyakrabban. Nagyon jó az illusztráció, hiszen segít elsajátítani, hogy tulajdonképpen mit is jelentenek ezek a számok.
elmondtam, hogy a kisárkánumok 4x10 sorra oszlanak. Mindegyik ásztól 10-ig. Szeretném elmondani, hogy az ász az azért nem egyes, bár a számértéke egyes, és amikor összeadunk és számolunk, akkor mindig egyesnek kell venni, de az ász kifejezés utal arra, hogy ez a legkisebb, de a legnagyobb lap is lehet. Utal egy picit a nagy árkánum bolondjára, amelyik ugye 0 és 22-es számértékkel is bír, és a taró fantasztikus tulajdonságára, ami az életkörforgására utal. Ezért a hagyományok szerint az egyes számú kisárkánum elnevezése ász. És most menjünk végig sorra, kezdve a botokkal. Botok. A botok ásza, mint minden ász, mindig valaminek a kezdetét mutatja. Jelentése lehetőség. Vállalhatjuk a kockázatot, kibontakozás, önmagunk kiteljesedése. Ha ezt a lapot kapjuk, jó energiákat és jó egészségi állapotot jelöl. Valóságos energiaforrás. A botok kettese azt mutatja, hogy két lehetőségünk közül nem tudunk választani. Belefásultunk a küzdelembe, energiavesztésben vagyunk. Beletörődtünk a helyzetünkbe, de tudjuk, hogy van lehetőségünk a változtatásra, de még nem határoztuk el magunkat, csak tervezgetünk. A botok hármasa a jó kilátásainkat mutatja. Hosszú távú terveket dolgozunk ki, és el is kezdjük ezek megvalósítását. A lap jelentése, örömteli kilátások, biztos talaj, kezünkben van a saját sorsunk. A botok négyese az ünneplés lapja. Béke, öröm, harmónia jellemzi, munkában szerencsét hoz. Azt üzeni egy betegség esetén, hogy hamarosan meggyógyulunk. Ehhez a gyógyuláshoz tanácsot is ad, hiszen a négy művészet által tudunk csak igazán egészséges életet élni. A botok ötöse a harc és a változás lapja. Küzdelmet mutat nem csak másokkal, hanem önmagunkkal is. Ez a stressz helyzet káros az egészségre is. Ha ezt a lapot húzzuk, kapunk egy figyelmeztetést, hogy nagy veszélytől kell tartani. A botok hatos számú kártyája a győzelem lapja. A munkában sikert, hírnevet, elismerést jelez. Általában minden jóra fordul, ha ezt a lapot kapjuk. Érdemes volt küzdeni, most learadhatjuk a babérokat. A botok hetese védekezésre kényszerít bennünket az irigység, a rossz akarat vagy mások támadása ellen. Kisebb betegségeket is jelöl, amelyeket képesek vagyunk leküzdeni. Az is lehet, hogy a családunkat, szeretteinket kell megvédenünk. A botok 8-as valaminek a gyors bekövetkezésére utal. Gyorsítólapnak hívjuk. Valami lóg a levegőben, valami történni fog. A dolgok kimozdulnak a holdpontról, vagy olyan események következnek hamarosan, amire nekünk is gyorsan kell reagálnunk. A botok 9-es lapja bátorságra, kitartásra, a problémák leküzdésére bíztat bennünket. Bármilyen nehéz helyzetbe is kerülünk, nem szabad feladnunk a reményt. Kikerülünk az útvesztőből, meggyógyulunk. A botok 10-ese megmutatja, milyen az, amikor belefáradtunk a munkába, a terhek cipelésébe, az életbe. Túl sok munkát, felelősséget vállaltunk magunkra. Elégedetlenek vagyunk az életünkkel vagy a munkánkkal. Szenvedünk a szülői vagy a főnöki tekintélytől. Kardok ásza egy probléma megoldását, a konfliktus lezárását, okos döntést, sikert mutat. Az ész diadala az erőszak felett. Ezért a kártya összefüggésbe hozható a tudással és tanulással is. Szerződéskötést is mutathat a lap. A kardok kettese határozatlanságot, döntésképtelenséget mutat. Nem tudjuk, merre menjünk tovább, így benne ragadunk egy nehezen fenntartható helyzetben. A kardok hármasát ábrázoló kép önmagáért beszél. A szívünket három karddal szúrták át. Csalódás, szerelmi bánat, olyan fájdalom, amelyben majdnem belehalunk. A kardok négyese tétlenségre, mozdulatlanságra kárhoztat bennünket.
Minden területen jelenthet akadályokat az életünkben, de azt is jelentheti, hogy most senkivel sincs konfliktusunk. Azt is jelentheti, hogy visszavonulásra, magányra van szükségünk. A kardok ötöse az egyik legsötétebb lap. Kudarc, megaláztatás, aljasság vesz körül bennünket. Elveszítjük a csatát, most nem érdemes küzdenünk tovább. Jelezheti az öngyilkosság gondolatát is. A kardok hatos számú lapjának jelentése elhagyni házat, hazát. Azt üzeni a kártya, hogy nézd meg, mi az igazán fontos az életedben, mi az igazi érték, és azt ments meg magadnak. Ne félj a változástól, hagyd ott a mostani élethelyzetedet, és kezdj egy újat. A kardok hetes a hamisság, a csalás, a gonoszság és az árulás lapja. Jelenthet tisztességtelen üzletet, az ötletünk ellopását, rágalmazást, de bűntudatot is amiatt, hogy valakit becsaptunk. A kardok nyolcas lap egy olyan élethelyzetben mutat minket, amelyben mozdulni sem tudunk. Tehetetlenségünkben egyet tehetünk csupán. Tartjuk magunkat, amíg meg nem találjuk a megkötözöttségből a kiutat. A kardok kilences a rémálmok, a haldoklás, a lelki ismeretfurdalás, a kétségbeesés, a gyötrő gondolatok lapja. Szembe kell nézni a félelmünkkel, mert ez az egyetlen mód arra, hogy megszabaduljunk tőle. A kardok tízes számú kártyája valaminek a végleges lezárását mutatja. Ez természetesen lehet magának az életnek a lezárása is. Ténylegesen halált általában valamilyen más lappal kombinációban mutat. Jelentheti munka vagy egy kapcsolat végleges lezárását is. A kelyhek ásza a feltétel nélküli szeretet és szerelem lapja. Természetesen, mint minden ász, a lehetőségeket mutatja. Lehetőséget a boldogságra, a harmóniára, a nagy szerelemre vagy épp a megbékülésre. Jelenthet megtisztulást, gyógyulást is. A kelyhek kettesét erős összetartozás, harmonikus kapcsolat, szerelem, harmónia, béke jellemzi. Ez a kártya új kapcsolatot, eljegyzést, esetleg házasságot is mutathat. Ez egyben a női átváltozás lapja is, tehát mutathatja azt, amikor asszony lesz a lányból. A kelyhek hármas számú lapja első ránézésre örömtelinek tűnik. Jelenthet egy kedvező, boldog időszakot az életünkben. Azonban, ha jobban megnézzük, láthatjuk, hogy hárman vannak egy kapcsolatban. Jelentheti azt is, hogy valaki megcsalja a másikat, de azt is, hogy a kapcsolatban van egy olyan harmadik személy, aki árnyékot vet egy pár boldogságára. A kehely négyes, a sértődöttség, a duzzogás, a kedvtelenség, lehangoltság, elégedetlenség lapja. Azt mutatja, hogy egy ilyen állapotban nem vesszük észre a felénk nyújtott segítő kezet sem. Ez a kártya azt a kesergést is mutatja, amikor nem tudunk szabadulni a múlttól. A kelyhek ötös kártyája a fájdalom, az érzelmi veszteség, az elhagyatottság érzésének lapja. Megbénít bennünket a reménytelenség, pedig a képen még találunk két álló kelyhet, ami azt jelenti, még nem vesztettünk el mindent. Át kell lépnünk saját fájdalmunkon, hiszen az élet megy tovább. A kelyhek hatosa a múlttal való találkozásunkat mutatja. A jelenlegi élethelyzetben hasznát vehetjük a múlt emlékeinek, felidézhetjük a terveinket, eszünkbe juthatnak régi kapcsolataink. Esetleg átemelhetünk valami nagyon fontosat a múltból a jelenbe, de ne a múlton való kesergésben merüljön ez ki. A kelyhek hetes számú kártyája elhomályosítja a szemünket. Ez a légvárak építésének, az illúziók világának, a szerelmi ábrándozásnak és a látszólagos üzleteknek a lapja. A kelyhek nyolcasa a válás, az elbocsátás, a búcsú és az elengedés lapja. Szabad akaratunkból elindulunk az ismeretlenbe, nem érdekel, mit hagyunk magunk után, nem nézünk vissza. Megszabadulunk a kötöttségektől, mert már betelt a pohár.
A kelyhek 9-ese jelzője az életöröm. Elégedettek vagyunk az életünkkel, kellemes, boldog időszakot élünk meg. Érzelmileg biztonságban vagyunk, örömet találunk a munkánkban, családunkban. Ez a belső biztonság mindenhez erőt ad. A kehely 10-es egy boldog képet mutat. Szeretetteljes időszak, tartós boldogság, otthon. Sokszor mutat e lap házasságot is. Az érmék ásza lehetőséget kínál számunkra anyagi jólét megteremtéséhez. Pénzügyi sikereket ígér a lap, de jelenthet stabilitást, biztonságot is. Az érmék 2-es bizonytalan anyagi helyzetet jelez. A lap mondani valója az, hogy egyszer fent, egyszer lent. Nem kell persze szorongani az anyagi helyzet miatt, inkább csak elfogadni és tudatosítani magunkban ezt a ritmust. Arra figyelmeztet, hogy áramoltassuk a pénzt, ne féljünk tőle, tanuljunk meg játszani vele. Az érmék 3-asa előbbre jutást egy vizsga sikeres letételét jelenti. Olyan jövedelmet mutat, amit szaktudásunkkal, tehetségünkkel, egy szóval a tudásunkkal szerzünk meg. A lap az életünkben stabilitást hoz. Az érmék 4-ese a beruházások lapja. Azt mutatja a lap, hogy az okos befektetés megtérül, ha van pénzed, forgasd meg okosan. Ahhoz, hogy több pénzed legyen, először ki kell adni valamennyit. A lap a pénz áramlásának szükségességére hívja fel a figyelmet. Általában a zsugoriság lapjának tartják, mert nem veszik észre, hogy a képen a király nem szorítja, hanem forgatja az érmét. Az érmék 5-ese a pénztelenség lapja. Szó szerint mutatja, hogy koldusbotra jutsz. Ez a lap semmi jót nem ígér az anyagiak terén. Ha befektetésre kérdezünk, azt mutatja, hogy elveszítjük a pénzünket, ne vállaljuk a rizikót. Az érmék 6-os számú kártyája azt az üzenetet küldi, hogy mérlegeljünk, mire adunk ki pénzt, vagy kinek adunk kölcsön. Ha ezt a lapot húzzuk ki, csak megfelelő garanciák mellett, körültekintően és lehetőleg megfelelő szerződéssel adjunk ki pénzt kölcsön. Az érmék 7-ese jól mutatja, hogy munkával szerzett jövedelemről van szó. Megkapod azt a pénzt, amiért megdolgoztál, beérik a termés, learadhatod munkád gyümölcsét. Az érmék 8-asa türelemre int. A hosszú távú tervezés, a kitartó munka meghozza gyümölcsét. Azt sugallja a lap, hogy ne add fel, légy kitartó a terveid megvalósításában. Az érmék 9-ese a jó anyagi háttér, a biztonság lapja. Olyan pénz, amiért nem kell megdolgozni, jön az magától. Lehet egy fizetésemelés vagy jutalom, de lehet az is, hogy már annyi pénzünk van, hogy anyagi biztonságban vagyunk. Az érmék 10-ese sok pénzt, jó anyagi helyzetet mutat. Még ennél is többet jelenthet, hiszen egy boldog család képét látjuk, ahol együtt élnek generációk külső és belső gazdagságban. A családi összefogást, az otthon megtalálását, a stabil helyzetet is mutatja ez a lap. Megvizsgálnánk a nagy árkánumok és a kis árkánumok viszonyát egymáshoz. Ahogy elmondtam már, a nagy árkánumok a fő történetet mesélik, a kis árkánumok pedig valamilyen oldalát mutatják meg ennek a történetnek, valamilyen oldalát mutatják meg a számoknak. A nagy és kis árkánumok összevetése. Az egyes számú nagy árkánum a mágus. A kis árkánumok közül az ászok tartoznak hozzá. A mágus kezében van minden lehetőség, ahogy ezt az asztalán elhelyezett, a 4 elemet szimbolizáló bot, kard, kehely és érme is mutatja. A kis árkánumok ászai külön-külön mutatják az életterületeket, illetve a jó lehetőségeket a munka és egészség területén botok, a konfliktusok kezelésének lehetőségét kardok, a szerelmet kelyhek és az anyagi lehetőséget érmék. Valamennyi ász pozitív lap. A főpapnő a 2-es szám megtestesítője.
Itt már látjuk a számban rejlő többféle aspektust. A botok, a kardok és az érmék kettes számú lapja a bizonytalanságot, a lap negatív tulajdonságait mutatja, míg a kejhek kettesének pozitív üzenete van. Az uralkodónő hármas számához a kis árkánumok botok, szép kilátások, kejhek, bőség és érmék jó jövedelem lapjai pozitívan, míg a kardok, az átdöfött szív, negatívan kapcsolódnak. Az uralkodó négyes lapja a botoknál a pozitív, míg a kardok, kejhek és érmék a negatív tulajdonságokat, vagyis az uralkodó merevségét, kardok, rossz kedvét, kejhek, és anyagiakhoz való ragaszkodását, érmék, mutatja. A főpaphoz, az ötös számú nagy árkánumhoz kapcsolódó valamennyi kártya negatív. Ennek az az oka, hogy ahhoz, hogy a legmagasabb szintre feljussunk, beavatást nyerjünk, meg kell élnünk a legnehezebb helyzeteket is. Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. A szeretők vagy másképp válaszút lapjához csak a botok hatos számú kártyája kapcsolódik pozitívan. A kardok, a kejhek és érmék negatív jelentésűek. A botok hatos sikereket ígér a munkában, az egészségünkre vonatkoztatva pedig egy testi-lelki megújulást mutat. A kardok hatos arról szól, hogy mentsük az értékeinket, akár úgy is, hogy hagyjunk el házat, hazát. A kejhek hatos érzelmileg a múltban élést mutatja, az érmék hatos pedig pénzügyi óvatosságra int bennünket. A diadalszekér a hetes számú nagy árkánumhoz pozitív jelentéssel kapcsolódik az érmék hetese, ami munkával szerzett tisztes jövedelmet mutat. A botok hetese munkában küzdelmet, kisebb egészségügyi problémákat jelent. A kardok árulást, megcsalást mutatnak, a kejhek pedig azt, hogy érzelmeink tisztázatlanok. Justícia az igazság kártyájához a botok nyolcasa pozitív módon kapcsolódik, erőteljes energia, gyorsaság, míg a kardok, bezártság, mozdulatlanság, az érmék, még nem mozdul semmi, türelem, és a kejhek, ott hagyunk csapot, papot, válás, negatív módon kapcsolódnak. A remete 9-es számú lapjához kapcsolódóan a botok a helyzet jobbra fordulását, a kejhek a jó családi hátteret, az érmék a pénzügyi biztonságot mutatják. A kardok 9-ese azonban negatív jelentésű, rossz közérzetet, betegséget, egy helyzetnek a rosszra fordulását jelzi. A szerencsekerék a 10-es számú nagy árkánumhoz kapcsolódva a botok sok munkát, a kejhek boldog családot, az érmék jó anyagiakat jelentenek. A kardok 10-ese azonban valaminek vagy valakinek a halálát jelenti. Többször kérdezték már tőlem, hogy a tarókártyával hogyan lehet időt jelölni. Néhány nagy árkánum jelöli az időt, erre a nagy árkánumokról szóló könyvemben és filmemben részletesen kitértem. A kis árkánumokat felhasználhatjuk arra, hogy meghatározzuk, hogy valamilyen esemény mikor következik be. A különböző színek különböző időtartamokat jelölnek. A kejhek jelölik a napokat, a botok a heteket, az érmék a hónapokat, a kardok pedig az éveket. Ilyenkor összekeverjük a kisárkánum 40 lapját, vagyis nem használjuk az udvari lapokat, és ezekből húzunk egyet, feltéve a kérdést, hogy valamilyen esemény mikor következik be. Amennyiben mondjuk az érme hatost húzzuk ki, az azt jelenti, hogy az esemény körülbelül 6 hónap múlva következik be. Ha a kardok kettest húzzuk, akkor 2 év múlva lesz ez az esemény. Amennyiben úgy gondoljuk, hogy valami távoli idő jön ki, vagy nagyon pontosan szeretnénk meghatározni az időt, akkor legegyszerűbb, hogyha rákérdezünk minden lapból. Most egy új kirakást szeretnék megtanítani, a neve Sorsutak. 3 lehetséges út közül választhatsz, karrieredre vagy kíváncsi, arra kérlek,
hogy bal kézzel, kezed, lábad ne legyen keresztbe, húzzál ki 10 lapot, tedd őket egymásra, hogy a húzás sorrendje megállapítható legyen. Közben ugye feltettük azt a kérdést, hogy a 3 út közül melyik lenne jó. Az első út lesz a külföldi, a másik a saját út, saját vállalkozás, a harmadik pedig nem saját vállalkozás. Az első lap tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy mi az, ami miért foglalkoztat téged az, hogy melyik úton indulsz el. Ez szerződést, kötést is jelent, lehetőséget ez a lap. Tehát valószínűleg lenne lehetőséged bármelyik út közül választani. Nézzük meg egyenként az utakat, egyelőre csak kirakom a lapokat. Úgy rakom, mintha egy 3-as úthoz érkeztünk volna. Tehát tekintsd úgy, hogy elindultál egy úton, és ez a 3 lehetőséged van. Az első út azt mutatja meg, hogy ha a külföldet választod, mit jelent. A külföldi útra azt mondja, hogy lehetséges a terv, lennének szép kilátásaid, érzelmileg esetleg szívesen mennél is külföldre, de igazából a külföld sikert nem ígér. Érzelmileg jól éreznéd magad, de se anyagi hasznot, se igazán munkát nem ígérne a külföld. Most nézzük meg az önálló vállalkozásodat. Kisárkánumok közül az érme 3-as jött ki, ami azt mondja, hogy sikeresen letettél egy vizsgát, megtanultál a szakmádban már mindent, amire szükséged van ahhoz, hogy önállóan új útra léphetsz. Érzelmileg is szeretnéd ezt az utat megtenni, és ez valóban a függetlenséghez vezet. Ez az út már mutatott pénzt is, ugye, az érme 3-ast, ami munkával szerzett tisztes jövedelmet mutat, illetve azt, hogy szedheted a hasznait az eddigi tevékenységednek. Nézzük meg azt a részt, ami azt mutatja, hogy esetleg alkalmazásban állsz. Ez az út, ez nem szép, ezt most így előre látom, megkötözöttnek érzed magad ezen az úton, úgy érzed, hogy nem lehetsz a saját magad ura. Ahogy látod, ez a kardok 8-as, ami azt mutatja, hogy ezen az úton nagyon nehezen tudsz kibontakozni. Anyagilag sem feltétlenül jó, bizonytalan, hol jó, hol rossz, nem jelent biztos anyagi hátteret. Egy nagy árkánum jött ki az út végén, az akasztott ember. Az akasztott ember azt mondja, hogy megakadsz a karrieredbe. Tehát ha most összefoglalnám az utakat, akkor egyértelműen, nem véletlenül ez az út került középre, azt mondja, hogy a saját utad lenne a leginkább járható, mert alkalmazottként, vagy valahova elszegődve igazából folyamatosan akadályokat ütközöl, és anyagilag sem hozza meg azt a hasznot, amit remélnél. A külföld meg vannak szép kilátások, meg érzelmileg jó, de igazából nem jelent anyagi sikert. Az az út, ami a függetlenséghez vezet, az viszont érzelmileg is jó, és anyagilag is, ha nem is mutat nagy gazdagságot, de tisztes munkával szerzett jövedelmet jelenthet számodra, úgyhogy talán, ha tarókártya tanácsát megkérdezett, soha nem dönt a kártya helyetted, talán a saját önálló utad lenne a leginkább járható számodra. Lehetőség van még arra is, hogy megnézzük az úgynevezett quintesszenciát, tehát mi az utak igazi mondani valója számodra. Össze kell ehhez adni a lapokat. Ha összeadjuk a lapokat, akkor azt látjuk, hogy a külföldi útra egy 5-ös jön ki, ugye, mert 3 mondtam, hogy ennek 1-es a számértéke, 4-5. Az 5-ös a főpap lapja, ami azt mondja, hogy áldás van rajta, tehát azért ez egy nem rossz út, végül is járható lenne. Ha összeadjuk azt az utat, ami az önállósághoz vezetne, akkor azt látjuk, hogy ez 3-as, 4-es, a bolond lapjának az értéke 22, tehát itt, ha leegyszerűsítjük, 8-as jön ki, a 8-as pedig a karma lapja, vagyis azt mondja, hogy ez az út az igazi számodra. Ha megnézzük a másik utat, ahol ugye azt mondtuk, hogy maradná ásba, ott összeadjuk 12, meg 2 az 4, meg 8 az 22. A 22-es, ahogy már a bolondnál mondtam, az a bolond nagy árkánuma, a függetlenség lapja, tehát itt az a tanulság, hogy jobb lenne, ha független lennél. Egy vadonatúj kirakás a sors utak. Mind a 78 lap felhasználásával húzzunk ki 10 kártyalapot. A húzás előtt határozzuk meg a lehetséges 3 utat, melyen elindulhat a kérdező.
Ez három lehetséges választást jelent az adott kérdéssel kapcsolatban. Nézzük, melyik lesz a legjobb választás. A legelőször kihúzott lap az lesz, ami megmutatja, hogy a kérdezőt miért foglalkoztatja ez az ügy, vagyis mi a helyzet alapja. A következő három az első út. Aztán jön a második út, ugyancsak három lappal. A maradék három lap pedig a harmadik választási lehetőség útját mutatja. A végén soronként, azaz utanként nézzük meg a három lap kvintesszenciáját, mely a lapok számértékének az összege, hogy megkapjuk azt a plusz üzenetet, amely segít meghozni a döntést. Teljes sorselemzés. Ehhez a személyes adatok előzetes megadása szükséges. Az adatok segítségével készül egy numerológiai elemzés, amely részletes feltárása a találkozáskor történik meg. Utána az ön által feltett kérdésekre a taró segítségével lehet további válaszokat adni. Kártyavetés. Igénybe vehető csak a kártyavetés is. Ehhez a taró kártya áll rendelkezésre. Energetikai családfa felállítása. Ez a teljes sorselemzéshez kapcsolódik, külön nem kérhető. Szükséges azon személyek neveinek és születési dátumainak megadása, akikkel kéri az összevetést, például szülő, férj, gyermekek. Energetikai programozás. A programozás kis figurák segítségével történik, melyekkel ráláthat jelenlegi helyzetére. A figurák átrendezésével a kvantumenergia nyomán befolyásolhatja saját jövőjét. A titkok könyve taró. A tanfolyam érdekessége, hogy nem csak a kártyavetéssel ismerteti meg a résztvevőket, hanem a titkos beavatási út segítségével a tarókártyák új értelmezését is megmutatja. Valamint feltárja a párhuzamos jövők lehetőségeit. Az életünk kódjai, numerológia. A születésünkkor kapott kódok, azaz a nevünk, születési évünk, hónapunk és napunk befolyásolják életünket. A kódok ismeretében sorsunk alakíthatóvá válik. A tanfolyamon kiderülnek kódjaink hatásai és a technika, mellyel kezünkbe vehetjük az irányítást. Spirit Flow, lélekáramlás. A módszer lényege, hogy megértsük, hogyan kapcsolódnak az emberek egymáshoz és hogyan hatunk egymásra. Az új technikával megtanuljuk, hogy milyen erők irányítják az emberi kapcsolatokat, hogyan befolyásolnak minket mások, és hogyan irányíthatjuk mi a kapcsolatainkat.